Jó napot kívánok, ez a Sopron Televízió, és benne a Mozaik. Egy igazán rendhagyó és mozgalmas hétkelős közepén járunk éppen, hiszen Sopronban amellett, hogy a Volt Fesztivál zajlik, még a Vizes Világbajnokság helyszíne is Sopron, és emellett talán a hét méltó és szép zárása lehet majd a múzeumok éjszakája. Erről beszélgetünk mai vendégemmel, dr. Németh Ildikó, a Soproni Múzeum közművelődési koordinátora van itt. Szervusz, köszöntelek. Szervusz, és én is köszöntöm a nézőket. Miről szól az idei múzeumok éjszakája? Ugye szombaton este, illetve éjszaka lesznek a programok. Igen, június 25-e az idei meghirdetett országos múzeumok éjszakája rendezvény időpontja. És minden ilyen múzeumok éjszakájának minden évben van egy központi témája, egy országosan meghirdetett témája, így idén ez az újra gombolt hagyományok. Hát ebbe a témába azért nagyon sok minden belefér. A szervezők célja elsősorban az, hogy a 21. századi köntösbe öltöztetve mutassuk meg azt a rengeteg kincset, történetet, történelmi emléket, amit mi őrzünk, közelebb vigyük egy kicsit a látogatóinkhoz a múltat. Ez hogy zajlik egyébként a háttérből? A központilag meghatároznak egy központi gondolatsort, és akkor mindenki szabadon a körül építheti az évi programkínálatot? Vagy ez hogyan zajlik például? Igen, itt? Ennyi az elvárás, hogy az újra gombolt hagyományok címszó alá mi tegyük hozzá azt, amit mi elképzelünk ez alatt a címszó alatt, ami a mi kiállítóhelyünkhez, a mi városunkhoz, a mi életünkhöz kötődik, tehát ilyen szempontból teljesen szabad kezet kapnak az egyes rendezők. Kiállítóhelyek. És hogyan értelmezi a Soproni Múzeum ezt az újra gombolt hagyományokat? Megpróbáljuk egy kicsit körbejárni valóban a hagyományokat is, hiszen a Központi Bányászati Múzeumban például olyan előadásokat tartanak a kollégáink, amelyek a bányászat történetéhez, a selmeci léthez köthetők, a jó szerencsét köszöntésnek a hagyományáról, az eredetéről fog a Szemán Attila muzeológus kollégám beszélni, illetve a néprajzos kollégám, ifjabb Nemes András pedig a selmeci hagyományokról. Tehát van ez a része, ami a hagyományokról szól. Van az újra gombolt címszó alatt a Macskakő Gyermekmúzeum programja, amely egyrészt az újrahasznosításról szól, egy kiállítás megnyitóval, a Fotini márka kiállítás megnyitójával, az újrahasznosított textilekről tudhatnak meg nagyon sok mindent a látogatóink, illetve a Fotinit megálmodó Molnár Alexandra végig vendégünk lesz, és a Macskakő Gyermekmúzeum csapatával gombékszereket készítenek, úgyhogy az újra gombolt is megjelenik ez a kis szójáték még pluszban nálunk, de egyébként mindenféle helyszínünket, ami olyan lehet, hogy érdeklődésre tarthat számot. A mai modern költösbe öltöztetve szeretnénk kitárni a látogatóink előtt. Tehát mostani átváltozásnak lesz a színhelye, a Pék Múzeum is például, ahol a Stornokonyha blog ott működtető kolléganőim, Stornokonyha blokk szakácsnői Erdeini Kuslics Katalin kolléganő vezetésével egy közel 100 éves soproni receptet, egy mézes mákos kalácsot fognak elkészíteni, egy valódi soproni receptes könyv alapján, workshop formában. És hát ez is egy hagyomány, amit egy modern időre adaptálva a mostani hozzávalókkal újra gondolnak a kollégák. Egyébként nagy öröm, hogy például ez a programunk, ez már betelt. Tehát bármennyire gyors volt az ennyi, aki már látta a Facebookon, a közösségi médiában a megjelenő programajánlatunkat, és gyorsan regisztrált, az bizony már betelítette azt a kis helyet, ami a mi foglalkoztató terünk és a kis konyhánk mellé, de akkora túljelentkezés, és annyian gondolták azt, hogy eljönnének erre a programra, hogy már azon gondolkoztunk a mai megbeszélésünkön a kollégákkal, hogy mikor, hogyan, milyen formában próbáljuk újra megrendezni ezt a múzeumok éjszakáján debütáló programot. No, de hát egy csomó más érdekes és izgalmas program lesz. Egyébként itt a Soproni Múzeum Facebook oldalán, illetve a honlapotokon is egészen részletes leírást találunk, úgyhogy itt láthatjuk, hogy interaktív programok, előadások, tehát hogy tényleg minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő lehetőségeket. Mégis te mit ajánlasz, hogyan induljunk neki ennek az éjszakának?
Hát én semmiképpen nem hagynám ki soproniként sem a tűztornyot, mert hogy azért mégiscsak városunk jelképe, és egészen más a kilátás onnan sötétedés után. Az éjszakában úgy is hirdettük meg ezt a programunkat, hogy éjjel-nappal tűztorony. Itt azon kívül, hogy valóban egyénileg látogatható, hiszen a helyi adottságai ezt teszik lehetővé. Egész nap nyitva van a torony, 10-től 18 óráig normál nyitva tartással, utána pedig aztán majd karszalaggal, de egészen éjfélig látogatható. Tehát oda mindenképpen érdemes fölmenni, hiszen sopraniak is itt járunk, elünk a torony mellett, hétköznapjainkon biztos nem megyünk be, az esti, az éjszakai kilátás pedig valami olyan különlegesség, ami tényleg egyszer van egy évben, úgyhogy ezt mindenképpen, és hát ugye ezekkel a bizonyos karszalagokkal, amit egy helyen az ember megvásárol, és aztán az összes helyszínt végigjárhatja vele, az összes helyszínünket, ezzel bizony érdemes mindenhova bekukkantani, de a fő látványosságunk az természetesen a Lenk villa. Nem csak maga az épület, hanem a Lenk villa kertje is. És mint a legújabb múzeumi helyszín is, talán még mindig vannak olyan soproniak, akik nem ismerik és nem De lettek. Akik esetleg tavaly végigjárták, ők is új dolgokkal találkozhattak, hiszen nem a múlt évi műsorunkat ismételjük, hanem új előadásokkal készülnek a kollégáim. Ami viszont a múlt évről hagyományként maradt meg, és nagyon-nagyon szeretnénk ebből hosszú távon programot csinálni, a múlt hétvégén zajlott múlt vasárnap a kórusünnep, és a kórusünnephez készült egy kis kiállítás a Lenk villa kerítésére. Nagyon szerették egyébként a soproniak, a járókelők ezeket a kerítés kiállításokat, már többször próbálkoztunk vele. Ez a kiállítás a múzeumok éjszakáján zár, és a kórusünnep rendezői voltak olyan kedvesek, és elvállalták, hogy eljönnek, és megelevenedő énekképek címmel egy élő tárlatvezetést, egy kis beszélgetést tartanak a kerítésen kívül. Tehát meg lehet nézni még ezt a kerítés kiállítást is. Ez már mondjuk úgy, hogy volt ilyen tavaly, szeretnénk belőle hagyományt csinálni, legyen még. Aztán Varázslatos Múzeumkert címmel kis tanösvénnyel készülünk bent a villa kertjében, ez is egyénileg bejárható, sötétedés után fáklyákat gyújtunk, ez már önmagában a látványért megéri eljönni és megnézni a kertet, és hát a hangtálak világába vezet be minket egy kicsit az egyik kolléganő Marton Zsanett, aztán lesznek előadások a Sopron-Várhely település történeti kutatásairól, dr. Mrenka Attila légész kollégám fog beszélni, dr. Tóth Imre igazgató úr egy kis had- és béketörténettel készül. A már emlegetett Stornó konyha blogot vívő kolléganőm Erdeiné Kuslics Katalin, ő egy kis gasztrotörténeti előadást tart, és hát este sötétedés után Bolodár Zoli kollégám a szokásos retro képmutogatással készül. Polgári tradíciók lesz most ennek az előadásnak a címe. Családok útra kelhetnek, ugye sokszor hangsúlyozzuk, hogy érdemes gyerekekkel is, akár a késői órák ellenére is útnak indulni, hiszen egészen más arcát mutatja a belváros is, hiszen hömpölygő embertömeg lesz, reméljük, hát az elmúlt években is ezt szokhattuk meg, hogy rengetegen sétálnak ilyenkor. Mit érdemes, milyen programokat szemezgetni, hogyha gyerekekkel indulunk? Hát ugye mindenképpen a Macskakő Gyermekmúzeum, ami gyermekes családokat vár. A Központi Bányászati Múzeumban is nyitva lesz az élménybánya, érdemes oda lecsúszni. És hát a Lenk villában azért a kert, a villán belül a beöltözős játékok, azok nagyon-nagyon népszerűek, tehát a felnőtt, a gyerek egyaránt megtalálhatja ott a szórakozását. És ha már a fiatalokról, fiatalságról beszélünk, van még egy különlegesség a Lenk villa kertjében, ami ebben az értelemben új lesz. Muzsikáló múzeum, ami nagyon-nagyon népszerű Dárdai Árpád karnagy úr vezetésével, de most először a Soproni Lenk villa kamara együtteshez kapcsolódó fiatal tagok önállóan vállalták azt, hogy ők egy teljes koncertet adnak, egy teljes egyórás műsort, és itt most csak a fiatalok fognak megmutatkozni. Én azt gondolom, hogy ez a fiatalságnak is érdekes lehet.
Egy kicsit beszéljünk a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatról. Ez most már a sokadik év, sokadik sikeres év a rendezvény mögött. Honnan jött ez az ötlet egyébként? Vissza tudsz még emlékezni, hogy hogyan indult ez a sorozat? Hát tudomásom szerint az egész gondolat, tehát hogy legyen ilyen, amikor a Múzeumok Éjszaka nyitva vannak, az a 90-es évek végén Franciaországban kezdődött, aztán a 2000-es évek elején kezdték el először Budapesten megrendezni ezeket a bizonyos rendezvényeket, először csak a nagy múzeumok csatlakoztak hozzá, és most már több mint másfél évtizede ez olyan szinten országos rendezvény, hogy több ezer kiállítóhely, kis és nagy múzeum csatlakozik hozzá, és hát nálunk is lassan két évtizedre tekint vissza ugye a Múzeumok Éjszakájának a rendezvény sorozata, úgyhogy nagyon sokáig ennek a központi helye, a Stornóház, a Fabricius ház, a Tűztorony volt. Most ezeket a helyszíneket nem tudjuk még kínálni, hiszen megújul ez az épület, együttes múzeum negyed lesz belőle, nem is olyan sokára. Reméljük, hogy jövőre már ez is helyszín. Pontosan ezzel akartam zárni a beszélgetést, hogy jövőre pedig még izgalmasabb lesz, hiszen már az elkészült múzeum negyedben is remélhetőleg sétálhatunk. Németh Ildikónak nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Ha tehetik, tehát látogassanak ki Soproni belvárosba, vagy Elenk villába szombaton este és éjszaka, hiszen rengeteg színes program lesz a Múzeumok Éjszakája keretében. Ezt a beszélgetést visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon, de a Soproni Múzeum weboldalán is minden információt megtalálnak a rendezvényről. Maradjanak velünk, viszontlátásra!